Vastaps fogadta Ceglédi Csabát a Demokratikus Koalíció európai parlamenti kampányindítóján áprilisban. Az akkor még 6,3 milliárdos költségvetési csalással vádolt politikust is felvette a párt az EP listájára, így mentelmi jogot kapott. Az eljárást ezért megszüntették, újabb vádemelés pedig azóta sem történt ellene. Az ügyészség folytatta volna az ügyet, de a bíróság szerint erre a megfelelő paragrafus hiány miatt nincs lehetőség. Az azóta a szombathelyi önkormányzati képviselőnek megválasztott Ceglédi ügyvédi irodája most két DK-s vezetésű budapesti kerülettől kap megbízást, Erzsébetváros és Újbuda cégeinek folyamatban lévő ügyeit vizsgálják meg, és képviselik az önkormányzatot sajtóperekben. Egy olyan ügyvédi irodára van szükségünk, aki nem retteg attól, hogy esetlegesen egy volt fideszes önkormányzat átvilágítása miatt valamilyen retorzió éri. Niedermüller Péter, a 7. kerület polgármestere azt mondta, nem ismer olyan ügyvédi irodát, amelyik ezt a munkát jobban el tudná végezni. Szerinte a kormány sajtó hangulatkeltése, hogy Ceglédi ügyet emlegetnek, de semmilyen jogi akadálya nem volt a megbízásnak. Nekem az, hogy a Fidesz valakivel szemben különböző pereket indít, az egyáltalán nem arról szól, hogy az az illető valóban valami bűnt követett el, valóban bűnös is. A Jobbik szerint az ellenzéki együttműködés megcsúfolása, hogy Gyurcsány Ferenc bizalmasa, akit korábban egy másik ügyben jogerősen elítéltek, újra pozícióba jut. A Fidesz közleménye úgy fogalmaz, Gyurcsány polgármesterei egy korrupt bűnözőnek fizetnek. A szerződéseket a Momentum sem támogatja. Azt mondják, Ceglédi Csaba megbízása nem segíti a közbizalom helyreállítását. Hogyha egy olyan embert és egy olyan ügyvédi irodát választunk, mint Ceglédi Csabának az ügyvédi irodája, akinek a függetlenségéhez és feltehetetlenségéhez számos politikai szakmai és jogi kétség fűződik, akkor borzasztóan nehéz lesz a választókat meggyőzni arról, hogy mi valóban egy tisztább politikát szeretnénk folytatni. Ceglédi Csaba híradónknak azt mondta, a választók nyugodtak lehetnek. Mind emberileg, mind szakmailag rendkívül motivált vagyok a Fidesz disznóságainak a feltárásában, és hát megígértem, hogy természetesen jogi keretek között háromszor veri ezt Rudas Matyi vissza. A DK közleményben reagált az ellenzéki aggályokra, azt írták, szükség van az ellenzéki pártok közötti belső szolidaritásra. Ceglédi az Orbán rendszer egyik áldozata, és a DK is kiállt a Momentum mellett, amikor a kormány a párt tagjait támadta.